Így virágzott az akác három hónappal ezelőtt, azaz április második felében. Ez a látvány pedig szinte kivétel nélkül május közepétől megszokott. Ahogyan a mezőgazdaságban szinte minden téren, így az akácnál is jóval korábban megindult a rügyfakadás. Ez azonban a méheket is megzavarta, nem kezdték meg időben a beporzást, ráadásul ezután erős lehűlés következett. Szerencsére azonban a virágzás eddig nem tapasztalt hosszú ideig tartott három hétig virázott az akász. Úgyhogy hiába lement az első másfél hét, úgyhogy semminek képződés nem volt, nem volt hordás, de a végére, végül is az akászvirázás végére azért egy közepes termést el tudtunk érni a mély családokkal. Az akász után nagyon hamar, ilyen hamar, vagy hát akkor durván 6 hétre szokott a napra forgó virágozni. Hát ez most lecsökkent egy hónapra, a családok igazából nem készültek fel a napraforgó virágzásra még. Ugye az akáthat valamennyire legyengíti őket a sok munka miatt. Végül is napraforgóra gyengébb családokkal mentünk. Nagyon szép volt a napraforgó, beázottság, minden adott volt végül is. Ami nekünk nagyon rosszul jött megint, ez a 40 fokos hőmérséklet. A napraforgó virágzás alatt végig 40 fok volt. A, családok, a mély családok 36 fokot tartanak a kaptárba, a fészekbe. A tikkasztó kánikulában pedig a méhek sokkal inkább a kaptár hűtésével foglalkoztak, mint sem a hordással, emiatt hamar kiszáradt a nektár a napraforgón. A pergetésen már nagyjából túl vannak az ágazatban dolgozók, a már említett okok miatt erre is hetekkel korábban került sor a szokásostól, ez az időbeli eltolódás pedig a jövőre nézve is negatív következményeket hordozhat. Egy Közepes termést elértünk. Amit a legrosszabb, hogy július közepét írunk, és elvirágzott a napraforgó, virít a szolidágó, a mély családoknak pedig azért a szeptember közepéig második feléig hordás kellene. Az, hogy virágport nektár tudjanak hordani. Beázottság megvan, bízunk benne, hogy a átérő növények vagy más virágok még virágolni fognak, de nem lesz egy egyszerű betelés évünk. Kérdéses lesz a tavaszi mély családok indulása, mert nem fog tökéletes családba találni. József hozzátette, a piaci viszonyok továbbra sem kecsegtetőek az ágazatban. A Magyarországon megtermelt méz 70-80 százalékát az európai piacokra értékesítik. A kontinensen azonban jelentősen leverte az árakat a Kínából tömegesen importált, sok esetben nem is természetesen előállított méz. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a kínai műméz visszaszorítása miatt anti-dömping panaszt fogalmazott meg. A beadványhoz Spanyolország kivételével a legnagyobb méztermeli országok is csatlakoztak, mint Románia, Franciaország, Olaszország, Németország és Lengyelország. Az Egyesület jelenleg az Európai Bizottság észrevételeit várja.